azért gondoltam erre a fára legrösször kitenni, mert pont itt vezet le az út. Tehát, hogyha ide rájtetek, akkor nagy valószínűséggel a vadít el fog jönni, mert amúgy is itt jár. Csak azzal, hogy lehetetek, itt meg is áll. Kukoricát és rejthető vadkamerát helyezett ki mindössze néhány órára a szekszárdi szőlőhegy egy sűrűn lakott részén Makovics Kornél. A természetfotós rajong a vadállatok fotózásáért, ehhez pedig ez az egyik legalkalmasabb módszer. Erről annyit kell tudni, ez most egy speciális védőtok van. Hát elsődleges lényeg ennek az emberek által okozott behatások, hogy ne lopják le. Ezt egy ilyen 8 mm-es acélsodronnyal lehet így egy ilyen vas dobozba bezárni. A különleges kamera tehát vadállatok megfigyelésére lett kitalálva. Mégis tőlünk emberektől kell leginkább védeni, de ha hagyják, hogy végezze a dolgát, bizony alig néhány méterre egy tucatnyi lakott tanyától ilyen fantasztikus felvételeket készít. Lényegében borz kivételével minden jött, tehát jött róka, nyúl, vaddisznó, szarvas, minden van a felvételen. És egy ilyen egy kilométeres kis erdősávról beszélünk. A vadállatok jelenléte világosodás után aztán szabad szemmel is láthatóvá válik. A bekerítetlen földeken például Szekszárd határában is előszeretettel dagonyáznak a vaddisznó családok. De elég jól fel tudják bolygatni a talajt, miközben keresgetnek. Tehát ilyen valamikor ilyen méter mély kis árkokat is csinálnak, és hát ebből van számos, és itt látszik a vadcsapás, amiről beszélek, tehát hogy járkálnak. Az ember közelségét megszokó vadaknak, bármennyire is megdöbbentő, sokszor még a fémből készült kerítések sem jelentenek akadályt. Itt látszik, hogy az előbbieknél a kisebb testű vadak mennek, ezt mind a kettő használja, a kisebb testű vadak azok itt mennek, itt meg ugye az őzek szarvasok már szétugrálták a kerítést teljesen. A gazda már próbált már ellenük tenni valamit, de hát még az oszlopokat is kidöntik. Ez az egészen az a legnagyobb probléma, hogy elvettük az élő területet tőlük, úgyhogy nincs más, maradt az ember melletti lakás, élés. Azt, hogy valójában nem a vadak merészkednek be az emberek közé, hanem éppen fordítva, az emberi tevékenység miatt csökken folyamatosan az állatok természetes élőhelye, a megyei vadászkamara titkára is megerősíti. Király István azt mondja, a vadak által okozott mezőgazdasági kár ennek ellenére is jelentős. Országos szinten 2 és 3 milliárd a statisztikai adatok alapján a kifizetett mezőgazdasági vadkár. Óvatos becsléssel tudjuk azt mondani, hogy ez azért ennél több, csak a statisztika az abban, ami megjelenik. Ebből megyénk hát egyre dinamikusabban növekvő számokkal, de olyan jó 200 millió környékén vállal a szerepet, tehát kb. 10%-a, de ez a Dél-Dunántúlra jellemző egyébként itt található a legnagyobb nagy vadállomány, és ahhoz kapcsolódóan értelemszerűen a vadkár is.